U Subotici je danas održan interkulturalni dan pod nazivom Volonteri u akciji, a ovu manifestaciju sa ciljem unapređenja ruralnog razvoja organizovalo je Udruženje građana ORO, Održivo ruralno okruženje. Program je podržan od strane Evropske unije. Ovo je organizovalo ORO, Održivo ruralno okruženje. To je jedan trening kurs gde su došli mladi iz Makedonije, iz Poljske, Srbije i iz Mađarske. Oni učestvuju u programu trening kursu koji se radi u uvlačenju volontera u socijalni rad, to jest u okruženje u, na engleskom community se kaže, ne znam to kako upisati, znači u život, kako uvući mlade ljude da surađuju na nekim volonterskim programima, znači s bilo kakvim društvenim grupama da se surađuje, znači to su neke marginalne grupe, kao što su kod nas Rumi, možda neke manjine ili neka deca koji imaju problema sa hodom, sa sluhom, znači mi njih želimo da uvučemo u naše društvo, da oni idu s nama na neke seminare, da im pružimo neke projekte. I mi smo pozvali mlade ljude iz ovih 4 država da oni nešto više nauče tome kako se to radi, s kojim decama i kako treba raditi, s kojim predmetima ih treba ih povući u, znači, te projekte i planove. I ovaj jedan program koji se iza mene sad dešava, to je isto o tome, znači mi bismo volili Subotičane malo da učimo, da vide šta mi sve to radimo, s kojim grupama se bavimo i zašto to radimo. Znači, koji su naše neke cilje. Koliko ima učesnika, odakle dolaze? 24 učesnika, znači svake države po 6 njih, to su između 18 i 23, 4 godine. Mladi ljudi koji se inače bave mladima u njihovom državama, u njihovim organizacijama. Megnyelvő legyen, hogy nyelvhez a pénzt, amikor felvettük a kapcsolatot az itteni szervezettel, mert az otthoni a Magyar Egyesületünk is szociális és környezetvédelmi témákkal foglalkozik, és ők ajánlottak nekünk, hogy van egy ilyen lehetőség, egy ilyen egyhetes program részt venni, ami ugye a társadalmi befogadás, a szociális egyenlőségeknek a kérdésével foglalkozik, és főleg hát ez a program kizárólag fiatalok számára szól, de mondjuk a mi egyesületünk nem csak kifejezetten a fiatalokkal foglalkozik, hanem ugyanígy bármely létek számára nyújt lehetőségeket, hogy megismerkedjenek a különböző kulturális és környezetvédelmi problémákkal, megoldásokkal. És egy héttel ezelőtt kezdődött ez a rendezvény, 4 ország részvételével, Macedóniaország, Magyarország és Lengyelország, és mégis leginkább gyakorlati helyzetekben próbáltuk azt vizsgálni, hogy tényleg, hogy hogyan tudjuk egymást, más népcsoportokat kezelni, olyan emberekkel együtt dolgozni, közös nevezővel jutni, hogy előítéletünk nélkül, és hogy ne szűküljünk be így a saját nemzetünknek a helyzetünkben. És egész héten folyt a tervezés, ahová ezt a rendezvényt valósítottuk meg, ahol így kifele is szeretném megmutatni azt, hogy mivel foglalkozik, hogy miért tartjuk fontosnak azt, hogy a nemzetek közötti együttélést a mind interkulturális, mind multikulturális rendszerben, és szeretnénk itt felhívni az emberek figyelmét arra, hogy elfogadjuk egymást, hogy minden ember is egy faj és egymástól különálló lények. Me.